kicsomizók, Mimi vagyok. Nézzétek, Oreóból és gumicukorból valami halloweeni finomságot fogunk készíteni. De előbb nézzük meg a borítékot. Szépen megfordítjuk a borítékot, így. És kivesszük belőle a kérdést. Ezt félreteszem. Na lássuk! Mi történt az osztályban? Fú, hát tudjátok, hogy én lettem a szelektív szemét felelős, és így ügyelnem is kell rá, hogy minden a megfelelő helyre kerüljön, és hogy mindenki megtanulja, hogy minek hol a helye. Na hát, az történt, hogy az egyik osztálytársunk a műanyag szeletesbe dobta az otthonról hozott reggelijének a felét. Én meg rápirítottam, hogy ugyan mit képzel? Szegénykém, hogy összerándult, amikor rászóltál? Tudom, és annyira bánom már. Szerencsétlen véletlenül rossz kukába dobta, én meg leharaptam a fejét. Jó, de aztán elég jó fej voltál vele. Inkább azt meséld el. Köszi, Csocsó. Hát az történt utána, hogy felajánlottam, hogy segítek neki kitakarítani mindent. Ez volt a legkevesebb, amit tehettem. Szegénykém, még mindig rosszul érzem magam miatta. Kicsomizók, veletek történt már hasonló? Vagy amit megbántatok? Írjátok meg a közösségi fülön. Na, először is, nézzétek, milyen oreónk van. Dupla habos, jól látjátok? Imádom az oreókat, olyan finomak. Arra gondoltam, hogy ma halloweeni finomságokat fogunk készíteni. Vagy legalábbis lepróbáljuk. Ugyanis még csak közelít a Halloween. Ez a dupla krém, ezt úgy bírom. És nekünk most tökéletes is lesz. Ugyanis először is egy pókot fogunk készíteni. És ahhoz, hogy elkészítsük a póknak 8 lábát, kell egy kis finom gumicukor. Vagyis medvecukor. De mindkettő nagyon finom. Sokan nem szeretik, de én szeretem. És ráadásul még színben is jól megy a Halloweenhez. Így mit tekerek belőle egy kicsit. És ennyi pontosan elég lesz. És ezt is szétszedem. Így olyan lesz, mint egy cipőfűző. Látjátok, ilyen fekete vékonyka szál. Pont jó lesz póklábaknak. A következő lépés az lesz, hogy félbe hajtom, így. És elszakítom. És ugyanezt megcsináljuk még egyszer, mindkét szállal. Kb. Egyforma hosszúak a csípek, hogy egyforma hosszú lábai legyenek a póknak. Így leszakítom. És így egyesével beszúrkálom őket ide a krémbe. Látjátok? Ezért kellett a dupla krém. Így sokkal könnyebb dolgunk van. És még finomabb is. Szóval, ha ti is kipróbálnátok, figyeljetek rá, hogy dupla krémeset szerezzetek. Na, már megvan a teste. Meg a lába is. Most már csak a hátát kell megcsinálni. Hoppá, kiesett egy, azt mindjárt vissza is rakom. Szóval rakok rá ilyen piros tortamasszát, tudjátok? Igazából ebbe fog most beleragadni a cukorkánk, de majd mindjárt megmutatom, ne aggódjatok. Úgy mi is fogjuk a kanalat, és szépen elgyengetjük. Pum, pum, pum. Most jöhetnek a cukrok. Ide is, meg oda is. Piros vércukorka. Egy halloweeni póknak már csak ilyennek kell lennie. Jöhet a két kis szeme. Így, és két fehér gyöngy. Illetve egy pici fekete pötty, ami gumicukorból készült. És kész is van a pókunk. Ugye, hogy milyen menő? Annyira édes és cuki. Hú, de befalnám. Pincsi.
és rémisztő. Na, de még nincs vége. Most arra gondoltam, hogy csináljunk egy múmiát. Oda jön a két szeme. És most jöhetnek a lepedő csíkok össze-vissza. A szemét kihagyom, hogy legyen arca, mindenhol máshol viszont fehér csíkos lesz. Inni, ne sajnáljátok a cukormázat! És először megcsináljuk a szemét. Inni. Óvatosan kell, és precízen. És díszítsük is ilyen ezüst szórással. Úgyni. Puty, puty, puty. Mindenhova. Hú, hát elég rémisztő lett. Inkább olyan lett, mint egy fehér szörnyike. De szerintem tök jó. És a legutolsóhoz két Oreo kex kell. Vagyis legalábbis az egyiknek a teteje. Így a krémet visszateszem, azt azért megeszem. És le is tisztítom teljesen. Ezt szépen félbetöröm egy határozott mozdulattal. És beleszúrom a fehér krémbe. Így megint csak jó, hogy dupla krémes. Na, kitaláljátok, mi lesz? Szerintem már sejtitek? Egy kis medvecukor jön ide. Ez lesz a szája. Fehérre itt a két nagy szeme. És ide jönnek a fogacskái. A vámpír fogacskái. Vagy denevér fogacskái. Szemei és kész is! Ez egy vampír denevér. Vagy egy Dracula. Kinek hogyan tetszik? Halloween-i süti tesztelés, pipa. Jó munka volt. Na sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti hogyan díszítenétek az Oreo kekszeket. Na pápá! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!